Köszöntöm a Balassa magazin nézőit! Kossuth Zsuzsanna hősies, önfeláldozó, emberséges cselekedete volt az alapköve a hazai ápolás fejlődésének, mely 4 évvel megelőzte Florence Nightingale tevékenységét. Kossuth Lajos országos főápolói hivatalt hozott létre, és 1849. április 16-án felkérte legkisebb húgát, Zsuzsannát, hogy vegye át a tábori kórházak ápolás felügyeletét. Erre a napra emlékezve rendezték meg az ünnepséget idén is a Vármegyeháza dísztermében. Az ápolók nemzetközi napján Kossuth Zsuzsáról és Florence Nightingale-ről, a betegellátás reformjának elindítójáról emlékszik meg a világ. Az idei ünnep abban a tekintetben különleges volt, hogy 30 esztendeje alakult meg a Magyar Ápolási Egyesület. A Balassa János Kórház ünnepi ülésén minden esztendőben ezen a napon adják át a munkájukban kiemelkedően teljesítő ápolók kitüntetéseit is. És persze ez az alkalom arra is jó, hogy a szakma nehézségeiről, szépségéről és jövőjéről is szó essék. És az az én tapasztalatom, hogy nagyon erős és stabil családi háttérnek kell ahhoz lenni, hogy valaki ezt a munkát tudja végezni, részben fizikailag, részben pszichésen, lelkileg, részben pedig ugye a munkabeosztás miatt, mert azért elég hektikus. A napi 12 óra, nappal, éjszaka, a hétvégi munka, a karácsony, az ünnepnapok, a szilveszter, a kórház 365 napon van nyitva, és kell, hogy legyen szakdolgozó, aki a betegeket ellássa. Sajnos nekem személy szerint az a tapasztalatom, hogy amikor már például gyessről visszajönnek a kismamák, és visszaállnak dolgozni, akkor már nagyon sokan úgy jönnek vissza, hogy egyedül nevelem a gyerekemet, egyet, kettőt, hármat, és olyan munkát adjak nekik, egy műszakost, ahol ők hely tudnak állni, mind a családi életben, mind pedig a munkában. Ennek no is a kivándorlásnak is köszönhető, hogy az a tendencia, amely országosan érzékelhető az egészségügy munkaerő hiányában, a Balassa János Kórházat is erősen sújtja. Körülbelül azért olyan 50 nővért föl tudnék venni kapásból, hogyha ott megjelennének az ajtómba. Persze ezt tudom, hogy nem fog bekövetkezni. Ezért a jelenleg dolgozók nagyon nagy terhet vállalnak, rengeteg túlórával, és vannak olyan munkatársaim, akik más osztályokon is vállalnak munkát szabadnapjaikon, szabadságaikon, tehát gyakorlatilag így tudjuk biztosítani a kórházi ellátást, és igaz, hogy így tudunk egy kis plusz anyagi juttatást adni a munkatársainknak, de gyakorlatilag azért nagyon elfáradnak. Miközben a társadalom a szakápolói szakmát a 10. leginkább fontos közé sorolja, a presztízs tekintetében nincs az első 100-ban. Oktatunk, 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 mondja az ápolási igazgató, annak érdekében, hogy mindenki, aki erre a hivatásra adja a fejét, a legteljesebb mértékben ki tudja teljesíteni képességeit és tudását. Egy ápolói szakma megszerzéséhez 3 év kell, a diplomás ápolóhoz 4 év, az egyetemi ápoló 5,5 év, ami több, mint egy jogász vagy egy közgazdásznak a végzettsége, egyedül az orvosi több, ami 6 év, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly tartalommal rendelkeznek ők, mint tudás szempontjából. Elméleti tudás, gyakorlati tudás, hát nyilván a tapasztalatot meg kell szerezni, azt nem kaphatják készen, de gyakorlatilag nagyon jól felkészült embereink vannak, nem véletlen, hogy külföldön ezeket az embereket viszik, és az ápolók azok megállják a helyüket bármelyik külföldi kórházban. Egyetlen egy kritérium van, hivatástudat legyen, és szeressék a betegeket. Ennél több nem nagyon kell, azt gondolom. A nap díszvendége Sövényi Ferencné nyugalmazott országos főnővér volt, aki az 50-es években volt az első magyar főápoló. És rangja volt, és én remélem rangja lesz most is, és van is ennek rangja. Nem tudom, néha napján úgy érzem, hogy hibás gondolatok köröznek a levegőben, hiszen minden ápoló, aki vállalja, hogy ő itt marad, ő érzi, hogy ő rá szükség van, ő szívesen nyújtja a tudását, és próbál valamit tenni a betegek érdekében. Egy jó ápoló, akinek beleérzése van abban a helyzetben, ha ő feküdne a beteg ágyba. A kiszolgáltatott helyzetben lévő beteget úgy ápolni, hogy azt ne érezze a beteg, hogy ő kiszolgáltatva van, ne legyen szégyenérzete, tudjon kérdezni, tudjon meghallgatni, tudjon simítani, és tudjon jól megfogni beteget, ahol szükség van erre a biztonságos fogásra. Nehéz fizikai munka, de nehéz lelki teher is, hiszen annyi embernek kell a súlyát rajtunk viselni, mert őszintén megmondjuk, ugye mindenki elmeséli a maga történetét. És egy ápolónőnek mindig adni kell. Azt várják el tőlünk, hogy én adjak.
kevesebbet kapunk, és erre nagyon nagy szükség lenne, hogy egy ápoló kapjon is. Dr. Németh Csaba főigazgató azt emelte ki ünnepi beszédében, fontos, hogy a jelenlévő és az épp szolgálatot teljesítők is átérezzék, nagy múltra tekint vissza a hivatásuk. Ennek a napnak a szakma szépségéről és az elköteleződésről is szólni kell. Ha a kórháznak az összes problémája között a szakember ellátottságot és azon belül a szakdolgozói ellátottságot vizsgálom, akkor azt lehet mondani, hogy talán a legnehezebben megoldható problémák egyikéről beszélünk. Igaz ez szakdolgozókra, igaz ez minden más munkatársa is, aki a kórházban dolgozik. Ugyanis én azt gondolom, és ez a tapasztalat, hogy ha anyagi forrás rendelkezésre állami alapvetően döntés kérdése, azon megvenni mindent viszonylag gyorsan meg lehet. Viszont az, hogy a fölkészült szakszóval vagy csúnya szóval élve humán erőforrás, de hogy megfelelő szakember gárdával rendelkezzünk, az már nem ilyen egyszerű kérdés, ez nem csupán pénz kérdése. Ehhez egyrészt nyilván biztosítani kell azokat a feltételeket a működésünk során és az egészségügy működése során, hogy az itt dolgozó emberek azok megtalálják a létfenntartásukhoz, életükhöz szükséges minden feltételt, de az is szükséges, hogy legyünk egy olyan vonzó és élhető környezet, amiben szintén mindenki megtalálja mindennapi létnek a minden feltételét és azokat a mindennapi apró örömöket és sikereket, amivel pályán tartatóak az emberek és a betegellátás szolgálatában tartatóak az emberek. Az ünnepség keretében 80 vehették át a főigazgatói elismerő címet, ketten a Magyar Ápolók Egyesületének elismerését kaphatták meg. Az ápolói közösség Csepregi Józsefné tiszteletbeli ápolóvá fogadta, míg a minisztérium elismerését vehette át Budapesten dr. Győriné Dávid Stefánia. A dekubitus ellátásban elért pozitív változások elismerésére megalapított oklevelet az idén a kardiológiai és neurológiai osztály, illetve szakdolgozói közössége kaphatta meg. A néma gyilkos, így hívják a hipertóniát, azaz a magas vérnyomást, mely több mint 1 milliárd ember életében jelen van. A kialakulása többnyire a helytelen életmód eredménye, így a gyógyulás érdekében minden érintettnek magának is felelőssége van. A világban összesen 1,1 milliárd ember küzd a magas vérnyomással, s köztük alig ötöde él folyamatos orvosi megfigyelés mellett. A tavalyi esztendőben 1,2 millió embert mértek meg a világban egy nemzetközi vérnyomásmérési kampány során. 108 ezret Európában, 3967-et Magyarországon és 200-at Tolna megyében. Vannak biztató eredmények, természetesen egyre többen mozognak, egyre többen sportolnak, de közben a másik oldal is egyre erősebb, tehát rengeteg fiatalt látunk cigarettával a kezében, rengeteg elhízott ember van. Van lehetőség csodálatos környezetben egyre többet mozogni, ugyanakkor a kórházban, a betegeknél, a elhanyagolt középkorú, vagy majdnem, hogy fiatal embereknél azt látjuk, hogy elképesztő laborértékekkel, testsúlyjal, magas vérnyomással jelentkeznek, ami az egésznek a tragikusabb, szomorúbb része, hogy amelyiket így említettem, ezek nem okoznak panaszt, ezeket néma gyilkosnak lehet nevezni, közülük az első számú az a hipertónia. Azért az első számú, mert a legtöbb embert érinti. És hogyha globális statisztikákat akarunk említeni, a világszerte a hipertóniások száma meghaladja az 1 milliárdot, 1,1 milliárd a hipertóniásoknak a száma. Ez Magyarországon a lakosságnak olyan 35-40%-a, tehát alsó hangú 3,5 millió felnőtt hipertóniással kell számolnunk. A halálozás ennek nagyjából megfelelő, mert évi 10 millió ember hal meg globálisan a világban, közvetlenül a hipertónia következtében, olyan betegségben, amit a hipertónia vált ki. És ez azt is jelenti, hogy ez mind megelőzhető haláleset lenne, mert ha figyelünk arra, hogy ne váljunk hipertóniássá, hiszen egy életmódbetegségről beszélünk, vagy ha már azok vagyunk, akkor ismerjük fel minél hamarabb, mérjük meg a vérnyomásunkat. Ez senkit nem fog elkerülni, senkit nem kímél, nem lehet azt mondani borítékon, hogy nekem biztos nem magas a vérnyomásom, mert nincs panaszom.
emiatt némagyilkos. Nagyon sokáig visszafordíthatóak a betegség folyamatai. Természetesen az életmód drasztikus megváltoztatása mellett. Ha el tudom érni az embereknél azt, hogy ő nem csupán odahozza a betegségét, a rizikofaktorait, a labor vagy a vérnyomás értékeit, és én adjak rá valami gyógyírt, valami csoda gyógyszert, ami lehetőleg egyszerű legyen szedni, problémamentes legyen a gyógyszer szedése, ne legyen semmi mellékhatása, ne legyen panasz mellette, tudok ilyet adni, de nem biztos, hogy ez teljesen panaszmentes lesz. A legtöbb embernél a rendeződő vérnyomás, a csökkenő vérnyomás okoz inkább panaszokat. Hozzá van szokva ahhoz, hogy a érpályát egy nagyobb nyomás feszíti. És hogyha ezt én lejjebb veszem ezt a nyomást, teszi a dolgát a gyógyszer, lehet, hogy szédelegni fog. Tehát ha túl agresszív a szónak a nemesebb értelmében a terápia vagy az orvos, egy túl gyors vérnyomás csökkentéstől rosszabbul fog érezni magát, és azt fogja ebből leszűrni, hogy rosszabbul vagyok a gyógyszerszedés óta, Isten őriz, hogy gyógyszert szedjek. Úgyhogy emiatt is egy nehéz, egy művészet ezt beállítani. Hanem be kell látni, hogy tenni kell ő neki valamit ezért. A gyógyszeres kezelés önmagában nem lesz elég sikeres, hogyha nem jut el odáig a gondolkodásba, hogy az ő életmódja vezetett odáig. És hogyha azon tudok javítani, lefogy egy 10-15 kiló fogyás, fölér egyetlen vérnyomás csökkentő effektusával, ha nem sózzák annyira az emberek az ételeiket, ha eltűnnének az asztalokról a sószórók, hiszen eleve az ételek előállításához sót használunk, ha még az pluszban megsózza valaki, az egy fölöslegbe bevitt só, és ez a hipertóniát és magát, a szövődményeket, a szélütést is fokozhatja. Ha tudnának az emberek fogyni, többet mozognának, kevesebb állati zsíradékot vinnének be. Ha az alkoholfogyasztás kultúrát mértékre visszaszorítható lenne, mert nyilván nem azt mondja az ember, hogy főleg szexádon ilyet bűn lenne ezt mondani, hogy tilos inni. Bizonyos szociális mértékben egy-egy pohár, egy-két deci jó minőségű vörösbornak orvosilag sincsen semmifajta ellenjavallata a legtöbb esetben. De hogyha itt ehhez még literszámra fogyasztják az alkoholt, tömény is van, az már nyilván rossz, és óriási kalóriabevitelt is jelent az alkohol. És akkor itt van még a dohányzás, itt vannak az egyéb rizikotényezők, tehát lehet visszafordítani, csak azért aktívan tenni kell. A Balassa János kórház tervezei szerint vérnyomásmérési kampányba kezd rövidesen, hiszen mindez csak néhány percet vesz igénybe az emberek életéből, és a kontrollal megfékezhető a veszély, vagy legalábbis fel lehet rá hívni a figyelmet. A többi egyéni döntés kérdése. A pálya sokszínűségét kívánták az általános iskolások számára megmutatni azon a nyílt napon, melyet a kórház a szakápolói munkaterület feladatairól tartott. Az érzékenyítő napon a gyerekek képet kaphattak minden olyan munkaterületről, melyet az ápolók ellátnak. Ezek a képsorok nem egy kórházi szappanopera, hanem a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara érzékenyítő filmjének részletei. Célja, hogy a szakápolói szakma minden szegmensét, szépségét és nehézségét bemutassa. A Balassa János Kórház általános iskolás gyerekeket, a jövő szakdolgozóit hívta egy nyílt napra, bemutatva mindazokat a feladatokat, melyeket itt a kórházban elláthatnak. Nem eltitkolt szándékunk, hogy minél közelebb hozzuk a szakdolgozói hivatást a fiatalokhoz, és úgy gondoljuk, hogy ezt minél előbb el kell kezdeni, tehát nem csak akkor, amikor már középiskolába járnak, hanem az általános iskolás korosztályt céloztuk most meg ezzel a programmal, ezzel a nyílt nappal. És természetesen az lenne a jövő, hogy ők majd nálunk is helyezkedjenek el itt a kórházban. Igyekszünk megmutatni a kórházunknak minél szélesebb területét, a különböző szakmacsoportokat. 9 helyszínen fogjuk várni, vagy fogunk találkozni a diákokkal. Műtői ellátást, felnőtt tápolást, gyerekápolást, labordiagnosztika, röntgen és ultrahangdiagnosztika területét, illetve az asszisztensi munkát fogjuk nekik megmutatni. Érdekes feladatokkal várjuk őket, és amit még fontosnak gondolunk, hogy itt találkozhatnak a kollégákkal, és kötetlenül beszélgethetnek, feltehetik a kérdéseiket. Ilyen csapot szoktunk felhelyezni a köldökre, összezárjuk, és utána egy orvóval ezt elvárjuk. Szeretné valaki kipróbálni? Persze van jelentkező, hiszen ez talán az ápolási szakma legszebb pillanata.
Németh Csaba az intézmény főigazgatója köszöntőjében azzal próbált a szakma szépsége mellett érvelni, hogy ez egy izgalmakkal teli foglalkozás, mindennapi kihívásokkal. Biztos néztek tévét, látjátok ezeket a kórház sorozatokat. Mi körülbelül azt csináljuk itt a kórházban, mint amit a tévében láttunk, csak élesben, nem színészekkel, hanem valódi embereknek a valódi problémáit és a valódi betegségét és a valódi vészhelyzeteket kell megoldani. Tehát ez nem egy íróasztal mellett ülős és unatkozó munka, hanem ez minden nap megköveteli az embertől a figyelmet és a teljes értékű jelenlétet. Mindenképpen fontos az, hogy ne csak, ha a kórháznak gondolnak, akkor ne csak orvosokat és ápolókat lássanak, vagy gondoljanak, hanem ennek a hivatásnak a különböző ágaival is megismerkedhessenek, hogy lássák azt, hogy milyen fejlődési lehetőség, karrierépítési lehetőség van az egészségügy területén. Aki fogékony, én azt gondolom, hogy rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amivel egy egészségügyi szakdolgozónak rendelkeznie kell, őt meg fogja érinteni ez a nap, azt gondolom. Sajnos egyre kevesebben választják ma ezt a hivatást. Nagyon sokszínűek vagyunk, és ezt nem ismerik az emberek, tehát szeretnénk bemutatni a szakmánknak a sokszínűségét. 17 féle szakmacsoportba tevékenykednek ma az egészségügyi szakdolgozók, közel 100 szakképesítéssel rendelkezünk, az alap OKS-től egészen az egyetemi diplomákig szerezhetők a bizonyítványok, és ez nem ismert a felnőttek és a gyermekek számára se, és ezt szeretnénk megmutatni, hogy a pályaválasztásnál erre is ügyeljenek a diákok, ezt a területet is meg tudják ismerni. A kórházban működő alapítványok nélkül nagyon nehéz lenne a mindennapi gyógyító munka tárgyi eszközeinek rendszeres előteremtése, nem véletlen, hogy szinte valamennyi osztályon működik civil szervezet. Az országban működő kórházakban bevett szokás, hogy civil közösségek dolgoznak az ellátórendszer segítésén. Szekszárdon is szinte minden osztályon működik valamilyen formában civil szervezet. A legjellemzőbb területek, amik alapítványi támogatásból fejlesztődnek vagy támogatódnak. Egyrészt az osztályos működésnek a feltételei, ez vonatkozik a szakmai működésre is, adott esetben kisebb értékű gyógyászati eszközöket, gyógyításhoz szükséges gépeket, berendezéseket, fogyóanyagokat vásárolnak alapítványi pénzből a osztályos alapítványok. Ezen kívül a beteg komfortot és dolgozói komfortot fokozó és javító beruházások jellemzőek, illetve a harmadik jelentős terület az pedig a képzésben jelenik meg. Dolgozóink különböző képzéseken, tanfolyamokon vehetnek részt alapítványi segítséggel. Legutóbb a baleseti alapítvány eszközvásárlásairól tudtunk beszámolni, most pedig a hospice alapítvány sietett az ellátórendszer segítésére. Ezt kell alulra tenni, hogy ugye a váladékokkal ne szennyeződjön. Ez egy nagyon klasszul lefertőtleníthető dolog, és ez például, amikor oldalra fordítjuk a beteget, akkor a két lába közé tesszük, és gyakorlatilag ez a felfekvést megakadályozza, vagy a megelőzését elősegíti. A méltósággal az út végén hospice alapítvány 2004-ben alakult, és gyakorlatilag azóta segítjük a kórház munkáját, részben rendezvények szervezésében, részben a szemlélet terjesztésében, részben pedig anyagi adományokkal. Az utolsó adományunk az most történt meg, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az alapítványunk 680 ezer forint értékben tudott a hospice részlegnek adományozni olyan speciális párnákat, amelyek a felfekvést megelőzik, illetve a betegeknek a kényelmi komfortfokozatát emelik,
és olyan kitámasztó párnákat is, ami az összefekvő testrészeknek a távolítására szolgál, illetve hát a komfortfokozatot növeli. Ezeket a párnákat nem lehet és nem is kell mosni, fertőtlenítő oldattal kell letörölni, nagyon speciális maga a párnak anyaga és a párnának a húzata, úgyhogy én személy szerint nagyon boldog vagyok, hogy ennyivel is segíthetjük a betegellátást, és a későbbiekben is reményeim szerint az alapítványnak a vagyona nőni fog, akkor tudjuk a részlegnek a munkáját segíteni. A kórháznak nagyon sok felé kell osztani a figyelmét, illetve a beruházásra fordítható, elkölthető pénzét. Nyilván ebbe egy prioritási listát kell felállítani, hogy mit, mikor tehetünk meg, és melyik beruházás sürgősségét tekintve mikor kerülhet sorra. Ebben lehet egy előmozdító, hogyha ezt az osztályok alapítványon keresztül úgymond saját forrásból meg tudják maguknak finanszírozni, és ez természetesen egy könnyebbség a kórháznak, mert akkor ezzel felszabaduló anyagiak akkor másra fordíthatók, más célok is előrébb tudnak sorolódni a prioritási listákon. Az alapítványok javarészt az 1%-okból, illetve a betegek vagy gazdasági szervezetek adományaiból gyarapodnak. A tapasztalat az, hogy az érintettek vagy azok hozzátartozói szívesebben nyúlnak a pénztárcákba, segítve az érintett terület alapítványát. Pontos adat nem áll rendelkezésre az adakozás mértékéről, de Német Csaba főigazgató véleménye szerint több millió forint kerül be így a beteg ellátás minőségének javításába. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!